Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Debrecenben, ahogy ezt szoktuk, énekeljük el közösen a tiszta univerzum mantráját, Om nám, hétszer. Om. Szépen. Ki az, aki még nem ült tábortűznél? Ahogy az idő halad, ez a szám emelkedni fog, eljutunk egy olyan emberiségig, aki nem tapasztalta a nyílt lángot. Tehát minden elektromos lesz, minden kontrollált lesz, minden valami egyéb lesz, mint amit a természetben tapasztalhatná. Ha eltávolodunk a természettől, az azt jelenti, hogy önmagunktól is eltávolodunk. Ki az, aki még nem látott fényt életében? Hát enélkül nem lennénk itt. És hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy a tűz és a fény azonos é vagy különböző, akkor biztos, hogy nagyon okos, logikus, fizikai és egyéb válaszokat kapnánk. Kiderül, hogy a napnak a tüze és a fénye ugyanabból a forrásból jön. Csak az egyik egy intenzívebb fotonnyaláb és éget, ez a tűz, a másik egy kevésbé intenzív fotonnyaláb, ez csak láttat, ez a fény. Az emberi személy, a lélek is ugyanez. Tehát van bennünk egy látóképesség és egy égő képesség. Az érzékszervi élet, a látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés, a hozzá párosuló mentális tevékenységek, gondolkodás, érzelem, beszéd és a fizikai cselekedet, ezek égetnek. Ezért kell annyi szénhidrát, ugye? De mi az, ami láttat? Tehát mi az, ami az egészet mutatja, ahogy a tükörből a fénysugár visszaverődik? Kiderül, hogy ez ugyanaz a tudat, amely az égést generálja, megtartja, majd kioltja. Kiderül, hogy az égést egy pillanatra legalább meg kell szüntetni, ahhoz, hogy a látás megvalósuljon. A szívszútra, a meghaladó bölcsesség szíve szútra úgy szól, és meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri. És mi az ellobbanás? Tehát milyen tűz ég benned? A buddha erre azt mondta, hogy szerzetesek lángban áll a világ. Mi gyújtott a lángra? A téves nézetek tüze, a kabzsiság tüze, a harag tüze. És akkor szépen végig megy, hogy mi az, ami ég benned. Mi az, ami ég a lélekben. És ez az elképesztő tűz, ez néha önmagát emészti fel. A forrását semmisíti meg. Ez az, amikor emberek, párok, családok, csoportok, esetleg egész társadalmak, olyan intenzív tűzben égnek, hogy végérvényesen megváltoznak, néha megsemmisülnek, vagy megsemmisítik egymást. Kiderül, hogy ha a látásra nem hagyunk teret, nem hagyunk időt, és nem hagyunk egy tükör felületet, akkor azt hisszük, hogy csak ez az égés van, csak a mulandóság tüze van, csak a duális világ van. És ahhoz, hogy az ellobbanást elérjük, ahhoz semmi más nem kell, mint a tüzelőanyagnak egy picit a visszafogása, aztán a megvonása, és engedni, hogy az énséget tüze ellobbanjék. Ettől félünk a legjobban. Amilyen mértékben azonosulunk az énségünkkel, új mértékben ragaszkodunk ehhez a tűzhöz, és nem merünk látni. Ha látnánk, akkor uralkodhatnánk magunkon. Ehelyett a másik emberen szeretnénk uralkodni. Ha látnánk, akkor egy olyan világot teremthetnénk, amelyben másnak és magunknak érdemes élni. Nem biztos, hogy mindig jó, de érdemes. Van cél, van út, van kapcsolat, van egy csomó érték. Na, csak égünk az egoitás tüzében, addig a személy nem lesz egészséges, mindig valamilyen szenvedély tüzében, egy pátosz tüzében élni azt jelenti, hogy a psziché, a lélek megbetegszik. Ezt hívják pszichopátiának. Az a lélek, amely a saját önképében ég, az narkomán is. Nézd meg! Tehát mikor hagyunk lehetőséget a látásra? Akkor, amikor merünk időt szánni az ellobbanásra. Ezt egy hasonlattal érzékeltetem, páran már halltátok. Mostanában divat ilyen hatalmas, kozmikus távcsövekkel az univerzum egy szemlélni, gondolván, hogy itt választ kapunk arra, hogy hogyan keletkeztünk, meg ez az egész honnan van, meg hogy működik, meg hány milliárd éves. Ez mind szép, csak végső válasz ezen az úton, a téridőben nem lesz a formák, szintjén nem lesz. Mindig lesz egy következő határ, egy következő, egy következő, egy következő. És ezek a távcsövek, akár orbitális, akár azon túli, akár földi, egy valamiben megegyeznek. Nagyon hideg van körülöttük. Azért van hideg, hogy ez a nagyon-nagyon érzékeny tükörfelület, ne legyen állandó hőingadozásnak kitéve. Nézd meg a tudatodat, hogyha állandó jó és rossz ingadozásnak ki van téve, akkor nem látsz tisztán, mert egyszer csak tetszik, egyszer meg nem tetszik. Ugyanazt az embert ma megölelgetett, holnap meg veszed a konyhakést, és alig tudod visszatenni a fiókba. Ugye? Tehát ingadozunk kérem szépen azért, mert az égés, például az érzelmeink égése nem stabil. Nem egy normális tűzönék, hanem néha robbanunk, néha meg kihűlünk. Ugye? Eltették ezeket az eszközöket sivatagba, hegycsúcsra, és itt az Atakama sivatagról kell kicsit egy magas hegyi, nem szahara, mert ott tényleg van hőingás, de fönt az andokban olyan sok ezer méteren nem nagyon. És városoktól távol. Az emberi környezettől távol. Miért? Mert mi emberek nagyon sok mindent tudunk a fényjel, de szennyezni is. Tehát ahol fényszennyezés van, mert a közvilágítás az atmoszférát bevilágítja, ott ezek a tárcsövek nem látnak, mert az emberi tevékenység elvakítja őket. Tehát a saját látásodat mikor vakította el a saját tevékenységed? A saját túlbuzgó mócsink tetvágyad, vagy a lustaságod, vagy a különböző ragaszkodásaid, a gondolataidhoz, az érzelmeidhez, az önképethez. Ez mikor volt utoljára? Mielőtt bejöttél ide, vagy már azután is? Mikor? Mikor keletkezett ez benned? Tehát nagyon stabil, ingadozásmentes környezet, és fényszennyezéstől mentes. És ekkor több év munkával egy olyan teleszkópot lehet létrehozni, amely elképesztő mélységeket lát meg. Tehát most gondold el a saját zseblámpádat, egy Bele szántasz az alföldi éjszakába, és semmit nem látsz éjszaka. Ha eloltod, főleg felső tiszavidék, vidék, hú, de gyönyörű tud lenni augusztusban a csillagoség. Ez mindent ki kell oltani. Mostanában nem nehéz, mert egyre kevesebb éjszakai közvilágítás van, úgyhogy nincs fényszennyezés egy csomó területen. Csak nézed az eget, és így ledöbbensz, hogy milyen kicsik vagyunk. Kicsik vagyunk, mint tejútrendszer a nagyobb galaxisokhoz képest, Kicsik vagyunk, mint napocska, a spirálkar körülbelül egyharmadán, még kb. 100 milliárd csillag van, csak a tejútrendszerben. És azon belül van ez a nagyon-nagyon kisméretű naprendszer, egy aprócska közetbolygóval, egy olyan homo sapiens magát bölcsnek nevező társulattal, amelyek több ezer éve próbálja meg megtalálni az útját, de elég sok a buktató. Tehát néha úgy tűnik, hogy sikeres a projekt, és néha az, hogy ilyen kontrollálhatatlanul önsorsontok vagyunk. Mindez azért, mert nem merjük ezt az égést ellobbantani, és a látást vállalni. És ehhez nem kell más, mint hogy egy picit a saját fényszennyezésedből, a gyönyörű okosságod látszat birodalmából kivonulni egy kicsit. Tehát a komfortzónádat hagyd magad mögött. Ezért nem megy a sufni tuningos meditáció, hogy te hátra mész a kóterbe, a fészerbe, és te online majd ott gyakorolsz, mert internet az van. Aha, és mi nincs? Szabadulás nincs. A saját önképettől való ellépés nincs. A megszokott kis környezetednek a hátrahagyása az nincs. Az elvárásaid ellobbantása az sincs. És hogyha ezt nem mered megcsinálni, akkor nem fogsz haladni az úton. Tehát a régiek, a minket megelőző 78 generáció, elképesztő erőfeszítést tett azért, hogy a darmát hallja. Több ezer kilométert gyakoroltak, több évet, ha évtizedet rászántak, belehaltak, egyik kontinensről a másikra mentek, és jöttek. Elképesztő nélkülözést, bizonytalanságot, egyebeket kellett kiállniuk, ehhez képest most mi itt ülünk egy jó szellőztetett tornateremben. Tehát mit kezdünk ezzel a jó helyzettel? Mert azért, ha megnézed, anyagi síkon volt valamennyi fejlődés az elmúlt pár száz évben. Tehát nem ö, ajtóval és cérnával húzunk fogat. Még akkor is így van, ha félszafogorvostól. Sokkal jobb a helyzet. Tehát van hova menni vásárolni például, és még van, és ez nagyon jó, hogy van. Tehát ez a sík, ez a fejlődés, ez tagadhatatlan. Belül mit értél el? Tehát belül ugyanaz a dúvad vagy, mint 2000 évvel ezelőtt? Vagy 3000-rel? És kiderül, hogy amíg ez az égés megvan, amíg az egoitásnak, ez az elképesztő önteremtő, illúzióteremtő tevékenysége megvan, addig lényegileg nem változunk. És ezért láthatod azt, hogy az emberiség egy körforgásban vesz részt. Ennek a legjobb summázata az, hogy nem tanulunk a történelemből. És nagyon nem. Tehát pár generációs a szavatosság idő, aztán elfelejtjük a leckét, és ugyanazt a problémát létrehozzuk. És minél nagyobbban látod, annál kikerülhetetlenebb minél kisebbben, annál elhanyagolhatóbbnak tűnik. Tehát a belső problémáid az néha sokkal kisebbnek tűnnek, mint a társadalomé, a családodé, a városodé. Pedig rajtunk múlik minden. Ezen az egyénen múlik minden. Ennek az egyénnek, azaz neked, nekünk kéne belátni, hogyha az illúziókat nem lobbantjuk el, akkor a meghaladó bölcsesség állapotában nem érkezünk meg. már pedig a szívszútra így kezdődik. A valókítés vara, együttérzés bótiszatvája, a mély, meghaladó bölcsességben időzvén látja, és akkor jön a tanítás, amit én évekig nem értettem. Mit jelent az, hogy személyiség? Gondolkodtam már ezen? Mit jelent az, hogy egoitás? Ezen mások gondolkodtak sokat, ugye? A személyiség és az egoitás azonos vagy különböző? És ekkor térek vissza az indító kérdéshez, hogy a fény és a tűz azonos vagy különböző? Kiderül, hogy ugyanannak a léleknek kétféle üzemmódja van. Az egyik, hogy csak magára gondol, a másik, hogy nem csak magára gondol. Az egyik, hogy a saját nézeteit abszolútnak gondolja, csak neked van igazad, vagy pedig a másik nézetét is elfogadja, akár mindkettőnek igaza lehet. Abszolútban gondolkodik, tehát ítél, vagy pedig simán relatíve megkülönböztet, és ekkor teret enged a másiknak is. A relatív lélegző üzemmód az a személy. Képzelj el egy sejtet, amelyik a sejtfalon keresztül komoly kölcsönhatást folytat. Ez a kémiai vámvizsgálat. Mit engedek be a sejtbe, és mit tartok kint. És mi az, amit kibocsátok belőle? Vagy pedig egy abszolút, ilyen kis titániummal lezárt sejtfal van. Senki, seki, sebe. Csak. Én vagyok, és megpróbálok elszigetelődni a világtól, elszigetelődni a másik embertől, mert zavar, mert ő beszennyez engem, mert ő nem olyan, mint én, és ő másképp gondolkodik, másképp érez, másképp beszél, másképp cselekszik, és az önképe nem igazolja vissza az én rendűségemet. Ismerős mondatok ezek? Minden bántalmazó kapcsolatban ez van. Oké? Okay? Tehát egy azon lehet tűz és fény. Egy azon lélek lehet egy normális lélegző, kölcsönható személyiség és rusnya, abszolutisztikus, ítéletalkotó egoitás. Rajtunk múlik. Teljesen, kizárólagosan rajtunk múlik. Tehát a zen amennyire tanítja a transzcendens világképet, és nem várja, hogy elhidd, hanem tapasztalataid birtokában tágul majd az érzékelésed. Olyannyira nem hitetjük el azt, hogy bármelyik lény vagy lénycsoport a mi birodalmunkon kívül lényegi hatást gyakorolhatna ránk. Kölcsönhatunk a látható és a láthatatlan. De az inkarnálódott állapotban az inkarnáció dönt. Tehát te testesültél, a lelked leszállt ide, amikor anyuka és apuka egy ilyen szép vágykürtőt nyitott, és te abba beleléptél, és megszülettél. Na onnantól kezdve te vagy az úr vagy úrnő. Nem hiszed el? Tudatosságod mértékében vagy az. Tehát, hogyha nem látsz rá erre az egész életre, akkor azt hiszed, hogy van egy ilyen kijelölt sorsod, hogy te csak ez lehetsz, csak ilyen lehetsz, csak ez lehet az életed. Igen, ám, csak hogyha rálátsz arra, hogy ez a személyiség valójában hogy működik, az élet törvénye, a darma valójában micsoda, akkor utad van, akkor van választási lehetőséged. És a látás semmi mást nem ad. A szanszkitúl vidja. A látás hiánya az avidja, vagy nem látás. És ezt úgy képzeld el, hogy az első ilyen Momentum az az, amikor a tükrön keletkezik egy folt. Ez a levált önkép, tehát a valóságról levált önkép, hogy én külön létezzem az univerzumtól. Az avígyának ez az első mozzanata. Honnan tudjuk ezt? Hát kérem, nem a Védántából, nem a Zenből, és nem a Mahajána vagy a Téraváda buddhizmusból. Az édenkertből tudjuk. Emlékszünk arra a kulcsmozzanatra, amikor evett az a szerencsétlen, a jó és gonosz, azaz a dualitás fájáról. Tehát elkezdett itt a homlok csakraja meghasadni jóra és rosszra, és akkor énre és másra. És ez az avidjának a legelső mozdulata, amikor a levált énség, az elkülönült egoitás megszületik. Igen, ám csak kiderül, hogy az ember ennél az én tudat nélkül nem ember. Tehát meg kell különböztetnünk magunkat a környezettől, rá kell látnunk magunkra, a másikra, még akkor is, hogyha kiderül, hogy hú, -hú mi tört, el kell menni ruháért. Nézzek, egyetlen állatfajnak nincs ilyen problémája. Most gondold el, az oroszlán azt mondja hogy a tigrisnek, rosszul öltöztél. De nincs ilyen. Hát úgy tűnik, hogy erre a rálátásra, erre a távolságra szükség van. De az igazi kérdés az, hogy elérhetjük-e ezt úgy, hogy közben az egyé vált állapotot az univerzummal restauráljuk. És a válasz az, hogy igen. Ez a felébredés útja. Sőt, eredetileg minden vallásnak ez lett volna a célja, hogyha a religiót, az újra kötést a hátrahagyott Generációk évszázadokon keresztül nem felejtették volna el. Tehát az újrakötés, a religió, az azt jelent, hogy ezt az egységet, ami letört bennünk megtört, azt helyre lehetne állítani. És úgy tűnik, hogy amíg mást okolunk a saját ilyenségünkért, amíg nem vállaljuk a felelősséget a saját teremtő és teremtett mi voltunkért egyaránt, addig ez nem fog bekövetkezni addig mindig szét leszünk hasítva, jóra és rosszra, teremtőre és teremtetre. Soroljam? Most éppen mi a problémát? Hát ott van a hasadás. Ott van a szétesettség, a széttörtség, az az entrópia, amely, hogyha nem vigyázol, csak fokozódik. Fokozódik, mert most ez egy nagyon jó módszer, hogy te irányítható légy. Ugye a benned lévő káosz, szétaprózottság, töredezettség, az benned még komolyabb legyen. Még apróbb részletekre esél szépen szét. Nehogy meglásd az utadat, nehogy meglásd azt, hogy miért születtél ide, mi az élet számodra, és utána mi lesz, hogyan mész tovább. Úgyhogy a zen, mint eredeti monasztikus irányzat, az csak azzal foglalkozott, hogy ezt az énséget ellobbantani, elérni az újra váltság állapotát, és megint csak ezen kultúrkör egyik fontos bibliai mondata az, hogy bizony mondom néktek, míg nem lesztek újra olyanok, mint a gyermekek, nem léphettek be az Isten országába. Na tessék, most ebből a szempontból ezt a mondatot nagyon jól átgondolni. Mit jelentett az, hogy újra, mint a gyermek? Mert nem maradhatsz gyermek. Fel kell nőni, meg kell tapasztalni az énség elkülönültségét, dualitását, az ego folytjait, a nem látást, az ebből fakadó szenvedést és szenvedtetést, mert úgy tűnik, hogy ezen a földön, ebben a testben, emberi lélekkel ez nem kerülhető el. De ez nem jelenti azt, hogy benne kell maradni nem jelenti azt, hogy ezzel azonosulni kell. És nem jelenti azt, hogy ezt újra kell termelni. Ez azt jelenti, hogy ebből, ha már ráláttunk, akár a fogalmi síkon is, föl lehet ébredni. Ezt az illúziót el lehet lobbantani. A különálló énség képzetét meg lehet szüntetni. Ezzel nem te meg, hanem a nyomorúságod. És ezáltal és itt nem ígérek semmit, de normális leszel. <laughs> Ezáltal a csepp visszatér az óceánba, és az óceánnál válik, miközben a cseppség tudatát nem vesztette el, csak tudja, hogy valójában ő egy lényegű az óceánnal. Ez egy nagyon más tudat, mint hogy a cseppek egymást bögdösik, hogy én nagyobb vagyok, mint te. Egyik csepp beszélget a másikkal. És közben az óceánot csendesen hullámzik több trillió köbméter tengervízzel. Ez, ez olyan groteszk, te. Itt vitatkozunk egymással, pár tízezer, pár százezer, pár millió ember, és közben ez az univerzum, ez végtelen intelligenciával és a személyes egoitás tudata nélkül működik, több milliárd éve. Mi pedig itt nem tudunk magunkkal mit kezdeni. Nem tudunk egymással mit kezdeni. Ez annyira groteszk és annyira abszurd, hogy ha ránézel, Csoda, hogy eddig húztuk. Csoda. Milyen projekt ez? Hol van a menedzser? Tehát kiderül, hogy ö, nekünk kéne ezt a teremtő pozíciót végre felismerni, a saját menedzsmentünket így elvállalni, és akkor el tudjuk fogadni azokat az ellentmondásokat, vagy paradoxonokat, amelyekben mi szükségszerűen élünk, Hölgyeim és Uraim! Szükségszerűen olyan ellentmondásban élünk, hogy van, egy kétharmadnyi többséget kapott test, a víz a kétharmados többséged itt belül. És ehhez képest van egy tűztípusú lélek, amiről éppen beszéltem az első fél órában, amelyik állandóan ég és égetni akar. És ez a tűz és ez a víz, ez nem szokott egyezni sokáig, ezért vagyunk ilyen mulandóak, mert elébb-utóbb a tűzünk valamelyik szervünket kiégeti. Szívedet? Májadat? Lépedet? Gyomrodat? Beledet? Hol éppen melyik karmával sújtod magadat és tanítod a lelket a testen keresztül? Tehát a tűz és a víz együtt. A prométeuszi és az epiméteuszi ember együtt. A mullandóságot élő és az öröklétre vágyó ember együtt. Az önállóságra vágyó, de a társaságot ugyanúgy igénylő ember együtt. Soroljam? Rengeteg van. És úgy tűnik, hogy ezeket mi nem szeretjük, hogyha logikus, megjósolható, rendszerszerű, begépelhető, enterrel szabályozható embert keressük, az nem ember. Az egy rész. Egy szomorú, kicsi rész. És ahhoz, hogy meglásd magad, ahhoz legalábbis az ellentéteidre belül rá kéne látni. Legalábbis arra, hogy te mit hoztál ide le a kis csomagodban, amikor megszülettél, felnőttél, és kimondtad a nevedet. Hogy amögött mi van? Jó esetben a személyiségünk 5%-a tudatos. A 95% az a tudattalan. Néhány esetben ez rosszabb, ez az arány. Ez egyként relatív, tehát amikor elborítít téged valami, akkor a nulla százalékos tudatosságig le tudsz menni, amikor pedig így nagyon-nagyon szépen gyakorolsz, akkor így, így egészen 5-6-7, na most nem akarom sorolni, akár a 10 százalékig is föl, mert ott megáll, mert vége a meditációnak, és mész haza. Tehát igazából az a kérdés, hogy mennyire vagy hajlandó látni, ehhez nagyon nagy bátorság kell. És ez fölérdemes tenni azt a kérdést, hogy mi ez? Az, hogy ki vagyok, az egy önismeretit kurzus. De az, hogy mi ez, mi a lényeg? Mi az ember? Mi az, ami kimondja, hogy ember. Mi az, ami tud ember fölötti lenni, emberi lenni, ember alatti lenni, embertelen lenni. Mi ez? És hogyha ezt a kérdést fölteszem, akkor kell az a nagy bátorság, Amivel végigmegyek az illúziók elvarázsolt kastélyán, és utána elérem a kiáratot, ahol nincs kastély, nincs varázslat, csak kék ég és zöld fű. Úgyhogy néha üres óráimban, ebből nincs sok, így ránézek magunkra, mint emberek, és őszintén leborulok a buddha természetünk előtt, mert ez az egyetlen, ami ér valamit. Az összes többi az ilyen körben-körben forgó enyhén folyamat. Nem akarom minősíteni, hogy most mi forog bennünk körbe-körbe, azt te érzed. De ennek a forgásnak a közepe nem mozdul. A tűznek egy része fény lesz. Neked az időd és a tered az, amivé szeretnéd tenni. Tehát lehet belőle felébredés, ha szeretnéd. Szeretnéd? Ne nekem mondd meg. Magadnak. Magadnak. Konkrétabban is fölteheted a kérdést, szeretnél ugyanezzel a karmával megszületni, mint ahogy most vagy? Ez az egyik kedvenc mentális játékaimnak az egyike. Tíz perc múlva fájdalommentesen egy új testbe beletesznek tégedet. De tíz perc alatt bármit kirakhatsz, berakhatsz magadból, az eredmény a következő inkarnációd induló készlete, mint egy fénymásolónál. Lenne munka? Lenne kapkodás? Tehát kiderül, hogy annyira nem vagy magaddal elégedett, mint amennyire besüppeltél a karosszékbe, és csak a tartalomszolgáltatóknak az ikonjait bögdösöd jobbra-balra. A kettő együtt van. Tehát iszonyú lusták vagyunk, és iszonyú elégedetlenek. Hogy van ez? Hogy van ez? Tehát nyugodtan hidd azt, mert egyébként tényleg így van, hogy a karmád, ami a lelkedet úgy betölti, az egyik testből megy a másikba. De változhat, és minden ízében változhat, mert semmiféle abszolút karmád nincs. Változtathatatlan tulajdonságod nincs de az azonosulásod mértékében kell dolgoznod azon, hogy ez ne így legyen. Hogy tényleg más légy. Miért? Mert elégedetlenséget kisugárzik a világba, neked van véleményed, te szavazol, te írsz, te olvasol, te publikálsz, érted? És meg akarsz győzni mást, hogy bizony az úgy van, ahogy te gondolod. És ez eddig mennyit ért? Mennyit segített? Bevezetőn végén csak annyit szeretnék kérni mindenkitől, hogy ha te változást akarsz látni a világban, az te magad légy. Nem mástól várd el. Az a változás, az a minőségemelkedés, amit a világtól vársz, a közvetlen környezetettől, a családodtól, a társadalmattól, a vezetéstől, magad légy az a minőség. És ekkor van bármiféle esélyünk arra, hogy fejlődjünk. Az ébredés és a fejlődés nem választható szét. Minden a mi tudatminőségünk kisugárzása és alaköltése a világban. Tehát, ha te nem javítasz magadon, ha nem haladsz az ébredés és a fejlődés útján, hogy várhatod el, hogy a világ lényegében más legyen? Kinek van kérdése? Nagyon szeretem az ilyen meg fényel kapcsolatos példákat. Mondjuk egy olyan 20-30 centire teszünk egy gyertyát a faltól fehér falaton meggyújtjuk, ég a tűz, és egy erős fényforrással megvilágítjuk, akkor megláthatjuk azt az árnyékot, amit a tűz bet. Nagyon szépen köszönjük. Tehát, hogy a tűznek van árnyéka a fényben, ezzel lehet egyébként tovább haladni, de ez egy nagyon-nagyon ez döbbenetes dolog, amikor azt először meglátja az ember, hogy valami, ami fényt ad, annak van árnyéka. Az énednek van árnyéka? Valószínűleg igen. És ezt ki látja? Az én nem szokta látni a saját árnyékát. Ki szokta látni? Hát a többiek. Általában az, aki a legközelebb áll hozzánk, olyan 20-30 centire. Igen. Tehát ezért kell az intim kapcsolatainkra annyira vigyáznunk, és nem ilyen kis ölepként, meg örömforrásként, meg mit tudom én miként fölfogni az intimitást, mert akkor mindenképp csalódsz, és pusztulsz, és pusztítasz. Mert ő nem az, akinek te szeretnéd, és ő nem úgy lát téged, és ta -ta 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 -ta. Tehát az, aki segít meglátni a saját árnyékodat, még akkor is segít, hogyha neki magának is árnyéka van. Azt megtaláltod. És ahhoz, hogy ez működjön, ahhoz kell egy olyan szellemi környezet, ahol mind a két árnyék eltűnhet. Köszönöm, hogy ezt elmondtad. Nagyon-nagyon túl tudok gondolni dolgokat. De annyira, hogy nem marad semmi energiám tovább. És próbáltam hátralépni belőle, megnézni magam, elkülöníteni magam az eseménytől, de hogyha történik valami, akkor ez képes annyi, annyira nagyon túl gondolkodtatni az agyamat, hogy utána kimerülök, kifáradok, és nincs, nem tudok csinálni semmit. Nem én fogok rajtad segíteni, hanem a párkapcsolatod. Ja, hogyan van. Van, van, igen, együtt élek egy lányjal. Oké. Okay. És elfogadja ezt? Így, ahogy te elmondtad, hogy te most túl gondolkodtad magadat, és neked most semmihez nincs erőd, semmire nincs energiád, és este van. És akkor... Szóval nézzük meg, hogy itt mi a gyógyszer. Gondolkodj, amikor tényleg kell, és amikor meg nem kell, akkor ne. Tehát ezt a kád töltő csappal annyira megszoktuk érteni, hogy elzárom, hogyha elérte a szintet a kád, mert ha nem, akkor túl folyik, és akkor elkezdem pazarolni a melegvizet. Tehát a legnagyobb dolog az, hogy te ki tudod kapcsolni a tévét. Teljesen mindegy, hány csatorna van benne. De ha nincs meg a kikapcsoló gomb, akkor véged van. A zen azt jelenti, hogy megtalálod a kikapcsoló gombot Azért nem ütök, mert nem lenne hangja a szivacsan. De most képzeld el, hogy <laughs> én hatalmasat szólt a jó? Képzeld el. Jó. Tehát itt az a helyzet, hogy egy úgynevezett kontrollálatlan, átlátatlan karma folyam van, és mindenkiben, nem csak a bátor kérdezőben. Ezt úgy hívják, hogy tudat folyam. Ennek a férfiak általában a gondolati kivetüléseit érzik, a nők az érzelmi kivetüléseit érzik. Szóval ilyenkor egy párkapcsolat nagyon ébresztő hatású lehet, a többi hatást most nem is mondom. De hogy fölébreszt abból, hogy te fáradt lehetsz, nem vagy fáradt, csak túl sokat gondolkodtál. Nem pontosan így értettem. De én igen. Mondjad. Mondjad tovább. Ja, igen, úgy értettem, hogyha felém gördül egy kavics, akkor már azt képzelem, mintha a szikla rám esett volna, és akkor fejben nagyon-nagyon túlmegyek a lehetőségeken, kiszámolom, hogy ez biztos így lesz, úgy lesz, és akkor végül is abba omlok össze, hogy nem, nem megtörtént dolgokat, nem megtörtént dolgokkal foglalom el magam, Ide, és gondolok azokra Tehát egy régi tibeti hasonlatot mondok neked, ott Ugye csak árpát sikerült termeszteni 4000 méteren, két hónapos tenyészidő elképesztő nehézségek között termelnek, és nagyon nagy értéke van egy zsák terménynek. Tehát azt ott, mint a kincset. És a munkás viszi a zsák árpát haza, és több napi járóföldre lakik a földtől, és egy fészerben szállást kér, és ahogy a rákcsálókot ne férjenek hozzá, egy kötél le, fölköti a gerendára a zsákot, és így nézegeti, nézegeti, és így elkezd gondolkodni azon, hogy jaj, hát ha hazaérek, akkor ebből az árpából mi lesz? Meg hogy az asszonynak odadom, és akkor ilyen campa lesz, meg olyan árpa étel, stb. 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 gondolkodik, gondolkodik, elborítja az agyát a köd, és nem vesz hogy az egér megjelenik, és elkezdi rágni a kötelet. És mivel nem veszi észre az egeret, az elrákja a kötelet teljesen, a zsák árpa lezuhan, pont a fejére esik, és agyonzúzza a gondolkodót. Na, ez a karma, kérem szépen. És nem csak a túlgondolás karmája, hanem minden, ami projekció, minden, ami túlzás, minden, ami légvár. És hogyha a légvárat pumpálod, akkor kimerül a kompresszor. Ha csak egy gumimatracot, akkor előbb-utóbb eléri a megfelelő töltöttséget. Ismert fel a határaidat. Ha fölismered a határaidat, akkor nem a végtelent fogod megcélozni úgy, hogy nem tudod betölteni. És hogyha nem ismered fel a határaidat, akkor majd a barátnőd segíteni fog ebben. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi van akkor, hogyha a világnak nem pont arra a változásra van szüksége, amit én gondolok? Nagyon sokszor járok úgy, hogy van kitalálok, hogy de jó, hogy én ezt úgy gondolom, hogy ez jó lesz, és közben mégsem de neked erre van szükséged? Erre a változásnak? Ö, ahhoz, hogy tanuljak belőle, tapasztaljak, igen. És ez milyen kapcsolatban van a világ többi részével, mondjuk család, társadalom, egyebek? Mit csinálsz velük ezáltal? Ö, hát ők is tanulnak általam. Tehát, ö... Mi az, amitől azt gondolod, hogy ők erre nem vágynak? Tehát nem vagyok benne biztos, hogy. Tehát, hogy ez mindenkinek jó, ami nekem... Nem vagyunk egy Tudsz olyat tenni, ami mindenkinek jó? Nem. Hát akkor... Itt a fordítottja fontos, hogy ne árts. Tehát te tudatosan ne árts másnak, amikor ezen a tanulási vagy öntanítási folyamaton keresztül mész. Ez nagyon más, mint hogyha mások tetszését vagy egyetértését keresnéd. Egy kicsit személyes példa. Ha én így néztem volna a döntéssel, mert most tudod, hol lennék. Hát nem itt. Tehát én egy bizonyos változást el akartam érni, és láttam, hogy nem árt senkinek, de senkinek nem tetszik. Se családon belül, se családon közt megtaláltam a környezetet, ahol ez tényleg működött. Az, hogy itthon is egy működőképes környezetet sikerül így találni per létrehozni, az már a külön magyar karmának a szerencséje. Nem mindenhol lenne ez így. Nem sok nyugati szerzetes tud hazatérni úgy, hogy Tanító lehet a saját hazájában. Tehát ne azt nézd, hogy másoknak tetszik-e vagy sem. Nézd meg ennek a változásnak a tatváját. Azt a működést, ami illeszkedik a darmába, a nagy világtörvénybe. Ez az az íratlan törvény, ami akkor is úgy van, ha tudod, akkor is, ha nem. Akkor is működik, ha tetszik, akkor is, ha nem. Ott kezdődik, hogy az eső lefelé esik, és nedves lesz tőle a föld. Ilyen nagyon egyszerű dolgokkal de a lélek működése, sőt kölcsönhatása ugyanilyen egyszerű törvények szerint működik. És hogyha ebbe a te általad tanult, tanított anyag illeszkedik, akkor te nem próbálsz meg törvénytelennek lenni. Nem próbálsz meg az univerzum működésén kívül kerülni, hogy rád egy másféle törvény legyen érvényes, mint az összes többi emberre. Értjük ennek a problémáját? Szerintem eléggé hétköznapi a példa. Hogy neked egy más törvény kell, mint mindenki másnak. Jó? Tehát, hogyha ez megvan, hogy te ezt a működést látva akarod a saját változásodat, miközben nem ártasz senkinek, egyenlő ez azzal, hogy véleményfüggetlenné váltál, de mégis harmóniára képes. Általában fordítva szokott lenni, nagyon adunk a véleményünkre, meg a mások véleményére, és közben a harmónia eltűnik, és kompromisszum képte lenné, együttműködésre képtelenné, néha együtt élésre képtelenné válunk, miközben mindenkinek a véleménye fontos, sőt az enyém a legfontosabb. Tehát válj úgy véleményfüggetlenné, hogy a működés törvénye a lélek és a világ, az egyik ember és a másik ember kölcsönhatásának a törvénye szent és sérthetetlen. Miért? Mert egyébként se tudnál másképp működni. Csak megfoghatod a törvénynek azt az oldalát, hogy szándékosan nem tudod, nem látod, megszeged, és akkor mindig a pusztulás és pusztítás birodalmában vagy, vagy pedig meglátod, megtartod, továbbadod, és akkor egy harmóniában eltöltött élet, és sokkal kevesebb félelemmel megélt halál állapotában vagy. Ez a különbség. És ez felismerhető. Az írottak, minden, amit leírtak ezekben a iszonyatosan szent könyvekben, ez része az egésznek. Ugyanúgy, ahogy a háló, hogyha nedves lesz, tartalmaz tengervizet. De a tengert nem fogja tartalmazni. Tehát az írott törvény utal az íratlanra, minél többet tapasztalt a teljes valóságból a leírója, annál jobb lesz a rész és az egész közötti viszony. Annál jobban tudsz tanulni az írásból, és eljutni az íratlanig. De hogyha a törvény leírója csak szabott és vart, akkor csak szabály lett, nem törvény. Ha csak valami önkényes rendet akart, akkor abból rendelet lett, nem törvény. Figyeljük az ellentmondást? Na ezért kell visszatérni ahhoz a természetes működéshez, amely önvalónk közvetlen megnyilvánulása. Amely ennek a földi életnek és bármely névnek és formának a működési szabálya. A megjelenés és eltűnés mechanizmusa. A feltételhez kötöttségnek a működése. Ez megismerhető. Használható. Onnan veszed észre, hogy kevesebb téves nézeted van, kevesebb hamis önképed van, kevesebb haragod és kabzsiságod van, kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz. Ez már elég egzakt, ugye? És ha nem ez van, akkor valami illúzió van, akkor valami önkény van, akkor rengeteg nélkülözés, háború, pusztulás, járvány és egyebek azért, mert nem ismertünk föl valamit. Nem ismertük föl azt a darmát, azt a törvényt, azt a működést, amely erre a világra, szó szerint darmadátú, érvényes. Akkor is, ha tetszik, akkor is, ha nem. Úgyhogy legyél nyugodtan vélemény független, de teljes egységben a darmával, a világ működésével, mely a te mikrokozmoszod működése is. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? két hónapja vetettem bele magam a zen gyakorlatba, viszont az emellett em sok minden más is történik az életemben, és úgy érzem, hogy most jelenleg eléggé így megterhelem így a családomat, közvetlen környezetemet azzal, hogy ennyi mindent csinálok egyszerre. És például a mai alkalomra, hogy el tudjak jönni, a kislányom sírva engedett el, és, és úgy érzem, hogy nem találom az egyensúlyt abban, hogy, hogy ugye a saját dolgomat csináljam, amit én szeretnék, Hány éves a kislányod? Egy év, két hónapos. De egyrészt teljesen együtt érzek, másrészt pedig mondd el neki, mert már érti, csak még ilyenkor nem formálnak szavakat a kisdedek, hogy Szunin bácsi személyesen kért tőle elnézést, hogy ő neki sírnia kellett, mert apuka eljött zenelőadásra, és hogy több ilyen nem lesz. úgy, hogy őt te otthon hagyod, és ezáltal jössz el, ilyen nem lesz. Tehát anyukát is berakod a kocsiba, meg a gyereket, és eljöttek. Így. Ez annyira nem vicc, hogy én tudom, hogy ilyen vándorszerzetes életmódot élek még családosan is, és ahogy többőtök számára az előadás előtt melléket ábra mutatja, mi együtt megyünk. Ez van. Ezt az életmódot vállaltuk, ezt követjük. És itt a jelenlét, figyelem, szeretet hármassága az a gyereknél nem alkuképes. Te magyarázkodhatsz, amit akarsz. De ha nem vagy jelen, ha nem figyelsz rá, és a figyelemben nincs szeretet, akkor a gyerek elidegenedik tőled. És mindent megtesz azért, hogy te ezt észrevedd. Úgyhogy, úgyhogy tisztelem azt az előfeszítést, amit teszel a zenért, de ezt úgy kell tenned, hogy a család az ne szenvedjen kárt. Egy fa nem tud úgy virágozni, hogy a gyökerei kijönnek a földbe. Oké, okay. köszönöm. Szívesen. Honnan tudom, hogy azzal a helyzettel kell megelégednem, ami van, és annak kell örülnöm, vagy változtatnom kell rajta? Változtatod kell rajta. Szóval tedd föl a kérdést egy kicsit távolabbról, hogy lásd az összes korom szemcsét az árnyékban. Hogy mi az utam? Tehát, hogy az az utam, hogy ezt a helyzetet tartósítsam, ez szerintem egy emberhez vagy emberekhez köthető viszonyrendszer, és nem egy négy fal közötti négyzetméter probléma. Tehát, hogy az az utam, hogy ez legyen, és én ez legyek közben, vagy pedig azt mondom, hogy hm, én nem ilyen gondolatokkal akarok élni, nem ilyen szavakkal akarok szólni, nem ilyen érzelmeket akarok érezni, nem ilyen tetteket akarok végrehajtani. Pontos lesz szépen, hogy ez, ez, a helyzet, amin változtatná vagy sem. Hát így üvölt ez hogy Úristen, mikor tudok már változtatni rajta? Valójában azért teszed fel a kérdést, hogy bátorságot kapj ehhez. Lehet. Ne keseríts el! Biztos. Ez biztos. Na! Tehát jó hírem van, a bátorság benned van, nem tőlem kapod. Tehát mit mondott legnagyobb nyugati megvilágosodott bóthiszatvánk? A te hited meggyógyított téged. Semmi más nem gyógyíthat meg. Ez egyetlen egy dolgom, hogy erre emlékeztesselek. Semmit nem kapsz tőlem. Azért köszönöm. Nagyon szívesen. Látod, ez a zen. Nem adok semmit, és megköszöni. Nagyon köszönöm. Kedves vagy, köszönöm. Egyéb kérdés? Honnan tudom, hogy meghaladtam-e a szüleim karmáját, és nem kell cipelnem tovább? És tudok-e menedék lenne a családomnak? De ez jó sok kérdés, hallod. Ez egy hát, teljes terápiás gondol. foglalkozást ugye megérne. Kezdjük az elején. Tehát onnan tudod, ahogy nem ismétled a szüleid karmáját, hogy tudsz egy bizonyos távolságból, de szeretettel tekinteni rájuk. Tehát mert nem úgy fogalmazod meg magad, hogy apám jó volt hozzám, vagy rossz volt hozzám. Hanem az, hogy apa, köszönöm, hogy megszülethettem, felnőttem, és te a saját utadon mész, én pedig a sajátomon. És kész, anyával ugyanez. Tehát, ha még nagyon-nagyon aggaszt, hogy követed-e vagy sem, akkor még követed. Valójában a transgenerációs karmában bizonyos dolgokat vinnünk kell, másokat vinnünk érdemes, másokat vinnünk lehet, és bizonyosakat tilos. Tehát a kell és a tilos, a lehetséges és érdemes, ezek találkoznak. Tehát olyan nincs, hogy százszázalékosan kizárd a szüleidet. Miért? Mert tőlük kaptad az életet. De az, hogy 99%-ban követed őket, vagy 1%-ban, az nagyon nem mindegy. És itt két dolog kell. Az egyik a hála és a köszönet, a másik pedig a megbánás és a megbocsátás. És ezt magadban. Magadban belül, belső munkával, azzal az apaképpel és anyaképpel a képben ne él. Miért kell ez? Azért, mert akár a pozitív azonosulás, akár a negatív azonosulás a szülői karma mintázatához köt. Tehát te ne azért köszönd meg, és ne azért bánt meg, és bocsásd meg a közös karmának a nagyon jó és nagyon rossz, szélsőséges energiát hozó részeit, mert te ettől erkölcsösnek érzed magad. Ettől nem lesz az. De szabad leszel. És ettől erkölcsös is lehetsz. Egy magát bebörtönző ember etikátlan és erkölcstelen, mert nem éli meg az emberségét, csak a börtönt éli meg. Úgyhogy ezért kell ezeket megtenni, hogy az azonosulás hagyjon némi teret ahhoz, hogy te haladj az úton, aztán pedig az azonosulás szépen leépül, és úgy is lesz energiád. Miért azonosulunk? Mert rengeteg energiát ad azonosulsz valamivel, valakivel, és így felszabadul benned egy csomó minden, aztán azt is észreveszed, hogy mennyire köt. És főleg a szülői mintázatok, hát a legkésőbb látunk rá ezekre. És úgy kell tovább mennünk, hogy az energia abból jöjjön, ami már nem karma, ami már nem szülői mintázat. Ehhez kell a gyakorlat, hogy az univerzummal neked közvetlen kapcsolatod legyen. Megint egy idézet, nem tudom, talán a cívis város miatt, mit mondott? Azt mondta, bizony mondom néktek, hogy ha nem vágjátok le magatokról az anya és az apa kötelékét, nem követhetitek az önvaló útját. Ez a Károli fordításban egy brutális mondat, nem is idézem. Az új Bibliában már más. De nézd meg az evangéliumnak ezt a sorát, és döbbenetesen tapasztalod, hogy valamit azért akkor is tanítottak arról, hogy a családi, vagy a szülőkkel folytatott karma, és a fel nem oldott kötelék mennyire bezár, rengeteg energiát ad, de nem ébredhetsz föl önvalódra, mert állandóan ismétled a szülői mintázatokat, a családi karmát. Ezért kell kilépni a komfortzónába. És megköszönni, és megbánni, és megbocsátani, nem úgy teszünk, mintha nem lenne, de nem követed. Oké? Okay. Nekem egy ilyen fun fact kérdésem lenne, hogy honnan van a botod, és hogy mi a története, és hogy miért néz ki úgy, mint egy ilyen ropi? Nem tudom. Na gyere ide! <laughs> Hova? Ható távolságban! Na gyere ide! Kérdezd az zenbotot, ő elmondja. Hát inkább visszadom. Miért? Mondd azt, hogy inkább visszadom. Inkább visszadom. És miért adnád ezt vissza? Nem tudsz zenbotul? No, elmondtad a Zembot történetét, azt is tudjuk, hogy miért néz ki úgy, mint egy ropi. Gratulálok. Fáradj helyre. Azt, hogy ez melyik korai templomból származik, hogy egy szerzetest két és fél órán keresztül kellett hallgatnom egy te a szobában, az, hogy bejuthassak a szobájába, ahol ezeket tárolja, és ő a csinálója, ez nem fontos. Az, hogy ez Simvonsza templom mellett egy Kümcsongám nevű remetességben volt, ahol a régi Sámán kultusz és a koreai buddhizmus még mindig együtt tud élni, ez se fontos. Az, hogy ide mersz jönni, úgyhogy megütlek, az fontos, és kiderül, hogy nem ütlek meg, hanem megtanítalak arra, hogy mire való az embot. Ez a fontos. Jó? Szívesen. Egyéb kérdés? Én azt szeretném kérdezni, hogy a családi karma és a gyermektelenség között mi az összefüggés? Az a kérdés, hogy hány száz órát akarsz erre szánni. Tehát az, hogy a családi karma, te megszülettél, mert itt vagy. És a gyermektelenség, azt nagyon komoly közös karma kell ahhoz, kóriaiul innyon, hogy gyerekek szülessenek egy családba. Általában ez megtörténik, általában. Ezért ezt nem szoktuk annyira különlegesnek tekinteni. De az. Tehát én a saját praxisom során láttam nagyon fantasztikus emberpárokat, úgyhogy 8-10-15 évig nem volt gyermek. Olyan is van, hogy gyakorlatilag elhárítod a fizikai akadályt, és azon nyomban egytörnyű, és már jön is lefele. Mert ott álltak, és síbotjával a sánc szélén, és azt mondja, anyuka, apuka, gyerünk már, jönnék. És akkor jön is. Lejött. Ez. Szóval, amikor, igen, nem vár semmit. Szóval az a helyzet, hogy képzeljünk el ilyen nagy-nagy svájci sajtszeleteket, amilyen lyukak vannak. Jó? Apuka szelete, anyuka szelete, és a harmadik szelet az a hely a hely. Egy adott helynek milyen karmája van. Utána apukának és anyukának. És a helyben benne van a család is. Egy kicsit, de a társadalom is, meg a földrajzi koordináták. Tehát a három svájci sajtszelet eltérő juggatással rendelkezik. És ahogy halad az idő, ezek forognak egymáson. És amikor mind a háromnál a lyuk így csk, egymás fölött van, akkor van egy fénysugár és lejön. Na most vannak olyan sajtszeletek, hogy évekig forognak egymáson, de nincs egy olyan közös karmikus metszőpont, amikor egy lélek lejöhetne oda, mert nincs olyan karma. Nincs olyan karma, a kép oda passzolna. A legtragikusabb az tényleg, amikor már ilyen szuperharmóniában együtt él férj és feleség, és teszik is a dolgukat éjjel és nappal, és nem, és nem, és nem, és nem tudják, hogy mitől. Hát ezt kellene átlátni, hogy ez a svájci sajt hasonlat hogyan működik bennük éppen. És meglátni azt, hogy egy életnek a belső gyerekkel is teljesnek kell lennie, és a külsővel is. Tehát ne legyen előfeltétele a te teljesség élményednek az, hogy Tudtál-e hús-vér fizikai gyereket vállalni, vagy sem? Mind a kétféle élet teljes tud lenni. Ez rajtad múlik. Jó? Köszönöm. Szívesen. Nagyon aktív ez a második sor, tessék. Az anyagiakkal kapcsolatos viszonyulásom az elég terhelt ennek. fizettél? Most igen. Akkor semmi baj, mondhatod tovább. Ugyan. Ennek részben ugye transgenerációs minták is az okai, részben saját vágyak és félelmek. És azt veszem észre ugye, hogy gyakorlat közben sokszor, mikor elkandozom, akkor ez a téma jön be. És hogy hiába érzem azt, hogy sikerült megteremteni, amire szükségünk van, mégis sokszor nehéz ezt használni arra, amire egyébként való lenne. Nehéz használni, tehát megvan egy bicikli, és akkor hirtelen elfelejtünk biciklit. Nem a biciklit, hanem mondjuk a pénzt, mondjuk, hogy inkább félretenném a Na jövőre. hát akkor előadás után, gyere, légy szíves, négy szem közt elmondom, hogy ezt a... Na szóval. Uh, mi a pénz? Mondd el. Energia. Milyen energia? Anyagi. Anyagi energia. Van-e természete? Nincs. Akkor teremtett? Igen. Kiteremti? És nehogy azt mondja, hogy a Nemzeti Bank, mert sírok. Akkor én. Mi teremtjük a pénzt. Az anyagi világ értékmérője egy olyan absztrahált energia, hogy a konvenció, a hagyomány és a birtoklás hármasságában ezt valósnak fogadjuk el. Konvenció, mert nem fehér kajdlókkal dolgoztunk az elmúlt pár száz évben. Hagyomány, mert van egy rendszere, ez a piac, és van egy birtoklás ösztön, amely az emberben mindig azt mondja, hogy nekem anyagiakra szükségem lesz, amely csak az enyém, és nem másé. Tehát nagyjából ez a három, lehet ezt még cifrázni, de most nem cifrázom, ez a három működteti az anyagi valóságnak az úgynevezett értékmérőjét, amely üresség természetű, teremtett, és éppen ezért rajtunk múlik, hogy hogyan használjuk. Tehát a kedvencem az, amikor egész élete munkájával megkeresett pénz, az ben van a hammasban, ott az ágyban, és akkor egyszer csak van egy lomtalanítás, és, és kiteszik, mert az a szalmazsák az már nem kell, és lesz helyette valami matrac egy bútorboltból. És az egész élet megtakarítása ott van, a kis szalmazsákban, és elégették. Kész. Ennyi volt a lomtalanítás. Úgyhogy Nézd meg azt, hogy honnan jön, hogy marad fönt, és hová megy. Benned van egy nagyon kidolgozott, struktúrált, absztrakt gondolkodás, amelyet sikeresen helyettesítesz be a valóság helyére sokszor, de nem mindig. És amikor ez a behelyettesítés nem megy, akkor működésképtelennél válsz. Tehát ne az ideáidat akard viszont látni a világban, hanem fordítsd meg, hogyan tudsz helyes képet alkotni a világról. És ez más segíteni fog abban, hogy igen, a bicikli hih, biciklizésre való. A konyhakés zöldségszeleterése és húsvágásra való, a pénz pedig csak arra való, hogy anyagi dolgokat, szolgáltatásokat és egyebeket vásárolsz rajta, vagy közvetítesz, vagy eladsz. Másra nem való, de erre csak ezt tudod használni. Nem lehet mást. Tehát, hogyha túl íg meglátod, hogy ez micsoda, abból az is következik, hogy mi nem. Tehát nem lehet rajta boldogságot venni, nem lehet rajta szeretetet bebiztosítani, nem ettől lesz egy kapcsolatod jó. Értjük? Lásd meg a szerepét, lásd meg a tatváját, a működését, és akkor nem lesz az kérdés, hogy használjam vagy nem. Fédes Istenem, el kell menni vásárolni. Hát akkor biztos, hogy fogod. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen helyzet, kapcsolat, működés. Ezt hallhattátok már sok kontextusban, de itt nagyon hangsúlyos. Mi a helyzet, mi a kapcsolat, mi a működés. És hogyha ezt pénzt kell, használd, de ha nem kell pénz, akkor nem. Értjük? Egyéb kérdés? Szeretném ellobbantani ezt a kicsi ént. <laughs> Viszont nagyon erős félelmek vannak bennem. És nem tudom, hogy mitől félek, csak félek. A félelmeid honnan jönnek? A hamis énemből. Uh -huh. És hogyha ellobban a hamis éned, akkor a félelmeiddel mi lesz? Azok is ellobbannak. Istennek legyen hála. Akkor nincs kockázat. De ebből az is következik, hogy amíg a hamis éned az illuzórikus egoitás el nem lobban, addig félsz. És hogyha a szívszutrát idéztem a bevezetőben, akkor ez most is hasznos. És meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri. A három világ, múlt jelen jövő, összes buthái a mély meghaladó bölcsesség által érik el a tökéletes és felülmúlhatatlan felébredést. És ugyanebben a passzusban szerepel, hogy az akadálytól mentes tudatban nincs félelem. Tehát, ha félsz valamitől, akkor a tudatban akadály van. A fényben koromszemcse van. A személyben egoitás mag van. A nézetek közt abszolút nézet van. És ez az akadály, a változtathatatlannak tűnő karma a fejlődés képtelen énelem, vagy személyiségalkotó. És ez az az akadály, amitől félünk. Mert kiderül, hogy ez is változhat, de nem akarjuk. Tehát, ha akadály van, félelem van, ha megszűnik a félelem, megszűnik az akadály is. És fordítva. A legnagyobb akadály mindig az illúzió tömeg, mindig a hamis azonosulás, mindig az az én tudat, amelyik nem valósághű. Tehát gyakorlatilag mindig egy választásunk van. Egy darab önkép vagy önvaló. Kész. Tehát az önkép, ha teljesen transzparens, ha önálló, leválasztott egoitásként nem létezik, akkor a csepp visszatért az óceánba, és az önkép és az önvaló átfedést mutat. Oké? Okay. Ehhez viszont az énségnek, mint elkülönült entitásnak el kell tűnnie. Ettől félünk a legjobban. Tehát a megszabadulás és megsemmisülés nem ugyanaz. De néha úgy érezzük. Úgyhogy haladj az úton, ébredj fel az illúziókból, és oszlani fog a félelem, mert szűnnek meg az akadályok. De ehhez a saját poklodon át kell tudni menni. Ehhez a saját sivatagodon át kell jutni. Mert hogyha nem éred el az oázist, szomjan halsz. És a sivatagban rengeteg déli báb van. Még oázisok déli is vannak. De a déli báb nem csiripel, csak a madarak csiripelnek. A délibábban nincs víz. Csak ilyen kötképek vannak. Úgyhogy érd el a valóságot, és ez legelőször a te avatárodnak, a saját személyiségednek a valósága. Ez amennyire relatív, annyira fontos, mert ez a fejlődés alapja. Hát az a kín, amikor látnod kell magadat úgy, ahogy vagy, és nem úgy, ahogy szeretnéd. És ez még a kisebbik. Aztán jön a család, társadalom, világ, úgy, ahogy van, és akkor látjuk ezt a homo sapiens sapiens a sapiens -ediken. Ez egy hú, de egy milyen társaság vagyunk te. Tehát hidd el, hogy volt egy-két olyan lehetőség, hogy Korea, Zenterem, ott fönt, és lejössz évente kétszer, és kész. Mérlegeltem, hidd el. De hát akkor ez nincs, hát akkor... Áh. Jó, tehát kezdj el dolgozni úgy, hogy hárítsd el az akadályt, és akkor a félelem is megszűnik, de ez a saját önképet feladásán keresztül kell menni. Na, erre találták ki a hagyományt. Ezért van ez az egész. Tehát a buddha darma szang az téged segít abban, hogy ezen az úton járhass. Mert, Hölgyeim és Uraim, tanító, tanítás és tanítványi közösség nélkül ezt nem lehet. A Buddhának is volt tanítója. Jézusnak is volt tanítója. A legnagyobbak, valahonnan jöttek, egy hagyományvonalat vagy alapítottak, vagy továbbvittek, és utána pedig lett egy hagyományvonal, egy átadási vonal. Mai napig. És hogy merj, járj az úton, és hogyha látsz, akkor az akadály elhárul. És számomra mi a legmegfelelőbb gyakorlat? Ez ehhez? nagyon magas labda volt. Tessék körbe menni a spirituális bevásárlóközpontban. Már nem ilyen... szeretnék. Most érted, mi olyan rosszul hangozna, ha azt mondja, hogy és most gyakorolj zent. Tehát ez borzalom, hát nem ezért vagyunk itt. Ez nem ilyen, ez a te döntésed. Ha tetszik, gyakorold, és hogyha nem tetszik, akkor is. De a lényeg az, hogy próbáld ki, menj el egy-két helyre, beszélgess itt tanítókkal. A saját döntésed kell, hogy legyen. És akkor vagy a helyeden. Egyszerű, csak csinálni kell. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Akkor te szerinted nincsen determináció, ugye? De van. Na, hogy mikor van az? Amikor nagyon hiszel benne. Ha létrehozod a determinált állapotot, akkor az az lesz. Most gondold el, vezeted az autódat, és egyszer csak, hogy hajdúböszörmény felé mész az egyenesben, elé dugrik egy nyuszi. És mivel nem akarod elütni a nyuszit, ezért gyorsan fékezel, gyors kormánymozdulat, és ezért az autód egy determinált pályára kerül. Tehát a törvények determinálnak minket, de mi az elfoglalt helyünket, azt megválaszthatjuk. Tehát mennyire akarsz determinált lenni? A nyuszi esetében ez másodpercnyi döntés, hogy elütöd, vagy nem, kicsúszol, vagy nem, fékezel, vagy sem. Tehát a törvény mindig érvényes, csak te mit csinálsz, te ki vagy, te milyen helyet foglalsz el. És ehhez mérten érzed azt, hogy igen, maradt terem. Nem lépett elém a nyuszi, megyek tovább 90 km per órás sebességgel. Vagy pedig hirtelen fellépett valami körülmény és kapcsolat, és azon nyomban, gondolkodás nélkül cselekednem kell. Jó? Úgyhogy nézd meg, hogy ha te determináltnak érzed a világodat, akkor mihez ragaszkodsz? Nem, a, ez a kérdés úgy merült fel bennem. El tudunk-e a sorsunktól úgy távolodni, hogy determináció lesz? Van olyan fa, amiből nem lesz vaskarika. Értem. Ebből sem. Tehát uh -huh. a sors az mindig sors, a determináció uh -huh. mindig az, akármilyen távolról nézed. De, és itt van egy fontos momentum, rálátásod függvényében és mértékében tudsz rajta változtatni. Uh -huh. De az, hogy csak látod, az még önmagában kevés, szükséges, de nem elégséges. Tehát ha te változtatni akarsz a sorsodon, akkor egy utat kell választanod. Az út az azt jelenti, hogy elvállalom azt, hogy én teremtem is a sorsomat, nem csak elszenvedem. Tehát a távolság felvétel a determináció nem változtat. A teremtő pozíció, tehát a szabadság és felelősség egyszerre történő gyakorlása, ez igen. Mert elismered tevékeny részedet abban, hogy te most ez vagy, ilyen életet élsz, stb. Ez az, ami változtat rajta. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A Omnám mantra miért hét? Hát most csalódást fogok okozni, mert a mesterem is ennyiszer csinálta, és kész. Tehát ez ilyen nagyon érdekes, ilyen hagyományú dolog, hogyha szungzászai mit csinálta, akkor az biztos jó. Tudod, nem rövid, nem hosszú, kicsit összehangolódunk, az kész. Nagyon érdekes volt. 93, 31 éve, Tejon, egy ilyen gyönyörű, két és fél milliós, akkor két és fél város volt Dél-Koreában, most már szüntöm legalább négy. Lényeg az, hogy ott volt egy konferencia, és a konferencián csak ilyen zen témák, nagyon sok ország, és én akkor még így civilben szerzetesség sehol, de már nagyon-nagyon, tehát akkor már tanító nagyon megvolt. És az, hogy nekem ez kell, tehát ami neki van, ott belül, az, az nagyon. Tehát ő miért ilyen? És ez, ez így, a szavak nélkül, de egy nagyon kötött hozzá. És emlékszem, föllépett a pulpitusra, és hát azért ott jó pár százan hallgatták, és belül a lelkemben elkezdett visszangozni, hogy itt most az ómnám mantra el fog hangzani. És öt másodpercen belül el is kezdte, és hétszer elmondtuk, és akkor a következő kérdés volt bennem, hogy az rendben van, hogy ez így történt, de miből éreztem előre? Tehát ezek a kezdő zengyakorló, ilyen kis szánybontogató tapasztalásai, kérdései, és ezeknek mindenki tényleg adjon teret magában. Tehát ne akar mindent jól csinálni, mindent megérteni rögtön, mindent rendszerbe foglalni, rögtön eredményt kapni, nem. Legyenek meg ezek a rácsodálkozások. És amikor ö, rá hét évre elkezdtem a tanítói tevékenységemet a felhatalmazása nyomán, akkor éreztem ugyanígy, hogy hát akkor most omnám következik, és milyen hasznos. Tehát ezzel a mantrával egy csomó minden történik, kizárod a zajod jó részét, legalábbis egy kis időre, egy kicsit összehangolódunk, nekem meg eszembe jut, hogy mit kéne mondani, mert előtte nem tudom. De amire a mantra véget ér, addigra igen. <laughs> Úgyhogy tényleg a tiszta univerzum mantraja. Ha kitisztítod a tudatodat, akkor a világ is tiszta. Ezért gyakoroljuk. De a, a hét szám az jelent valamit, vagy az semmit nem jelent így? Mondom, az öreg annyiszor csinálta, az kész. Yeah. Okay. és most magyarázhat, mert a hetes ez egy ekkora nagy lexikont megfölt, hogy a hét ez, meg a hét az. Tehát itt azért a parasztvakításra hatalmas lehetőség van, ezeket én rútul nem használom ki, mert szeretnék a tükörbe is nézni, hogy reggel meg este. Nem tudom, az öreg hétszer csinálta, én ezzel boldog vagyok, kész. Nem is fogom magyarázni soha. Ennyi. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Utolsó kérdés. Ha azt látom, hogy nem azt teremtem, amit szeretnék. Akkor ez azért van, mert nem dolgoztam le a karmámat, vagy nem látok valamit. Gizi, mi a baj? Most annyira elvontan és absztraktan fogalmaztál, hogy emögött valami konkrétum van. Mi a baj? Um, még mindig nem az van az életemben, amit szeretnék. Ez egy második önvédelmi réteg. Nagyon komoly. Akkor nem tudom konkrétabban megfogalmazni. Dehogy nem, és én nem a titkaidra vagyok kíváncsi, csak nem. szeretném neked jelezni ilyen, uh -huh. ilyen emberbarát módon, hogy amíg nem mered belül lehántani az illúzió réteget, Addig sem magadhoz, sem a világhoz nem viszonyulsz helyesen, és akkor úgy érzed, hogy nem vagy a helyeden. Tehát valami van, amit magadban védesz. Neked kell megtalálni, hogy mi az, neked kell megszüntetni ezt az önvédelmet, és ahol a legfájóbb tud lenni, ott kell őszintének lenni magadhoz. Ez az a kulcs, amit keresel. Ez igaz. Köszönöm. Már nem jöttél hiába. Ott. Édesanyám alkoholista volt, alkoholista még mindig, és gyerekkoromban a szüleimhez, az édesapámhoz kerültem, de ő kiszállt az életemből, és mostanában visszakerült az életembe. Én megköszöntem neki, hogy megszülettem, tehát megpróbáltam mindent úgy intézni, hogy szerintem jó, de hogy van -e nekem feladatom ezzel, hogy fel kell vele vennem a kapcsolatot, és foglalkoznom vele, vagy tekinthetem úgy, hogy nekünk az életünk már most ketté vált. Nézd, meg kell nézni azt, hogy mi az a természetes kapcsolódási pont, mondjuk karácsony nap, ami jön. Ha ez sem, akkor ez sem. De ennyi mondjuk, alapok kellene. De ezt ne én határozzam meg. Ezt ti ketten, illetve a ti lelketek kapcsolata határozza meg, hogy mi az, ami természetesnek szeretettelinek érzel. Ennyit kell tenni, és nem többet. Abszolút a nincs közöttünk kapcsolat. Abszolút olyan nincs, mert mind a ketten életben vagytok. Relatív nincs. Dönts, és hogyha ez így marad, akkor számodra ez van, ha nem keresed őt, és ő se téged, akkor ez így lesz. Ez önmagában nem jó és nem rossz. Neked milyen, és neki milyen. Ha neki kell valami, keressen meg téged, ha neked kell valami, keresd meg őt. Ez az alap. Azt, hogy ezen te mit változtatsz, az már a te dolgod. Nem, nem. köszönöm. Szívesen. Itt. Azt szeretném kérdezni, hogy Sun mester, amikor a nagy elvonulását hajtotta végre, tűlevelet fogyasztott. Miért? Azért, mert ez akkor egy nagyon komoly taoista technika volt, ahhoz, hogy a testet teljesen dehidrálja, de még működjön. Tehát ott egy olyan dehidráció és olyasféle asketizmus valósult meg, amely hát ő nagyon fiatalon kezdte ezt, és egy koreai szerzetes tanította az alapokat ehhez, de Ázsiát egy picit ismerve nem voltak teljesek az alapok csak a minimálisat kapta meg, mert itt is az volt, hogy ha kellő akarattal végigcsinálja, akkor túléli. És akkor jön a többi. Utána jött a hideg zuhany. Az közbe jött. Közbe. És utána pedig egész szója magokat, szója babot kellett ennie egy pár hét után, mert leállt volna az emésztőrendszer, ami viszont ki is jött, tehát abból tápanyag nem volt. És porrá tört fenyőtű levélből több evőkanálnyit fogyasztott. Ez a mai napig egyébként piacon elérhető Koreában, nem is egy ilyen nagyobb piac, és ilyen porrá tört gyökerek, növények, bogyók, egyebek vannak, és ez ott fogyasztható, de így csak ezek a nagyon-nagyon komoly aszketikus praxist folytató szerzetesek csinálták, előre szóltak neki, hogy vagy megőrül, vagy meghal, vagy megvilágosodik. És ez az utóbbi következett be, úgyhogy utána azért az ő testén kb. 6 hónapot dolgozott egy nagyon komoly orvos, hogy életben is maradjon. Ezt azért mondom el ennyire prózaian, mert az, hogy itt 8200 kilométerre a tett helyszínétől egy tanítót megvilágosodottnak nyilvánítsunk, ez nem nehéz. Egyébként az lett. Különben nem követtük volna ennyien, nem igyekeztünk volna elsertítani a tanítását ennyien, és nem ilyen hatása lenne 20 évvel a nirvánája után a világra. Idén lesz 20 éve, hogy elment. És ahogy látom, akik kaptak tőle lényegileg valamit, elsajátították a darmájának azt a kis morzsáját, amitől ők önállóan működő darmahordozók lettek, azok nem gyengülnek, azok erősödnek. És abban a pillanatban érzék, érzékelhető volt, amikor a nirvánában, úgy mond a lélek, szabadon szállt, szárnyalt? Itt csak az a tapasztalás van, amikor te a gyászszertartásra odaérsz. És amikor vérszerinti hozzátartozó távozik el, legalábbis nekem mind a kettő már eltávozott, apám is és anyám is, akkor az érzés olyan, mintha egy darabot a szívedből kitépnének. És üvöltesz, sírsz, szenvedsz, fáj. És ez a természetes. És egy idő után, ha a gyász folyamat rendben lezajlik, akkor ez a sebb beheged. Az a dolga, hogy behegedjen. Egy ilyen szintű mesterrel és egy ilyen minőségű kapcsolat esetén, amely Szumszánzen mesterhez fűzte a tanítványait, és persze csak saját nevemben nyilatkozhatom, ez pont a fordítotja. Amikor odaérsz, akkor egyszerűen a térben a jelenléte mindenhol ott van. Egyszerűen el nem hiszed, hogy a hatalmas ugye, poszter alá hordott koszorúk azok úgy rendben vannak. És eltelik egy nap, és lezajlik a hatalmas hangvasztás, és ott énekeljük a Námu mantrát, és nyolc órán keresztül ég a halotti mágia, és így végig az egészet. És még akkor sincs az meg, hogy valami vesztesség, valaki távozott, valami ilyesmi történt. És ahogy halad az idő, úgy egyre jobban rádöbbensz, hogy pontosan mi tűnt el. Pontosan mi hiányzik, és ez az, ami nem heged be soha, ami mindig ott lesz benned, hogy olyan már a világ, a világod nem lesz, mint amikor ő életben volt. És ez is helyes. Ennek is így kell lennie. Egy mondat még az aszketikus praxis lábjegyzeteként, soha nem engedte meg Szungszán szúnyim, hogy a tanítványai ezt lemásolják, amit ő csinált. Hát annyira a helyén kezelte ezt, hogy azt mondta, hogy ha ő a tanítójával, Kobong korábban találkozik, lehet, hogy erre a kőkemény, életveszélyes aszketizmusra nem lett volna szükség. Tehát nem a saját hősiességét tette előtérbe, hanem a tanítójával való kapcsolatát, a gyakorlatát és az úton való haladását. Ezt nagyon fontos látni. Én két darab száznaposat csináltam végig úgy, hogy az egyiket ővele beszéltem meg, a másik idején már nem volt testben, akkor már hét éve nem volt velünk, és szigorúan az útmutatásai alapján jártam el, és mind a két elvonulás sikerült. Honnan tudod, hogy sikerült? Egy, adott napon kezded és fejezed be. Nem rövidebb és nem hosszabb. Kettő, minden, ami történik, az fönnmarad a hegyen. Nem hozol le belőle semmit. Ha hibázol, javítod. Ha nem hibázol, azt is javítod. Értjük? És a harmadik, hogy nem hiszed azt, hogy te lényegileg megváltoztál. Nem építesz egy újabb önképet. Elég az, amit lefosztottál magadról. Utána a világ majd ezzel kezd, amit akar. Úgyhogy nagyon sokat tanultunk tőle, de nem azért, mert ilyen akadémikus szinten tanított. Jóval kevesebbet beszélt, mint az összes tanítványa így, így egyénenként. Hanem azért, mert tényleg megmutatta a valóság és az illúzió közti különbséget, és azt is, hogy egy ember gyakorlással, bótiszatva munkával mit érhet el. Fogalmatok nincs, hogy milyen elképesztő távlatokat tudtok bejárni ti egyénenként és csoportban is, hogyha gyakorlunk. Elképesztő lehetőségeink vannak, annak ellenére, hogy milyen nagyon drámaian rövid az életünk. De pont talán ezért van ekkora lehetőségünk, mert látjuk, hogy mennyire rövid az élet, mennyire értékes mennyire sebezhető, és benne mennyi illúziónk van, amiből azért illik fölébredni, hogy ne szenvedjünk és ne szenvedtessünk annyira. Tehát, hogy egy életen belül mit lehet csinálni, egy inkarnációval, azt több bemutatta. És azt is, hogy ez mindegyikünk lehetőségei közé tartozik. Ehhez kívánok mindenkinek nagy hitet, nagy kérdést és nagy bátorságot, hogy együtt haladhassunk az úton, Érjük el közösen a felébredést, és szabadítsunk meg minden érzékszerfeszkötött lényt a szenvedéstől, beleértve saját magunkat is. Köszönöm a figyelmet.